Baranya segít együttműködés a foglalkoztatás fejlesztéséért című projekt nyitó konferenciáját tartották a Baranyai Önkormányzat dísztermében csütörtökön. A program érinti Tolna vármegyét, így az ottani szakemberek is eljöttek a nyitó eseményre. A munkanélkülieknek a csökkenése Tolna megyében, amikor ez a legoptimális állapot jött léte, ez az 5000 fő alá csökkent le, ami egy szenzációs szám volt akkor. Természetesen, ahogy mondtam, a koronavírus ezt szépen megtupírozta, elrontotta, de most azon vagyunk, hogy ismételten a háború és a szankciók okozta a krízis miatt is ezek a befektetett energiák, anyagi eszközök a új Paktum projekt kapcsán ismét ilyen pozitív eredményt hozzanak mindkét megyében. Az első foglalkoztatási paktum jó eredményeket hozott nem csak Tolnában, hanem Baranyában is. Jelenleg itt 11-szer alatti a munkanélküliek száma. Ezért bíznak a most induló projekt sikerében. Több mint 2 milliárd forint áll a következő években rendelkezésre a Paktum Plus projektbe, melynek keretében a Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Baranya Vármegyei Kormányhivatal együttműködésében ezen projekt keretében szeretnénk hathatós segítséget nyújtani a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű munkavállalóknak a munkába állásához. Külön célcsoportot jelent az 50 év feletti munkavállalók munkába állásának a segítése, a gyesről és a gyedről visszatérő kismamák álláskeresésének a támogatása. A program egészen 2028-ig segíti az álláskeresőket, hogy munkát találjanak. A foglalkoztatási paktumban vállalták, hogy a programban résztvevők száma eléri legalább az 1137 főt. Közülük pedig legalább 600-an dolgoznak majd a program lezárásakor Baranyában. A foglalkoztatási paktumban önkormányzatok, civil szervezetek összefogásával segítik a foglalkoztatás javítását a Dél-Dunántúlon.